Még soha nem jártam stúdióba, tehát majd meglátjuk, kicsit izgulok. Mindenképpen valami spontán dolog lesz, mert még azt sem tudom, hogy miről fogunk beszélgetni. Tehát mindenképpen spontán lesz. Egyáltalában, amikor már felmerült, hogy az előtt hazajöhet, akkor hát kértem őket, hát mondjuk diszkréten, hogy ha lehetne, akkor szívesen látnám őket, és akkor ők minket választottak. Tőle kaptam egy SMS-t, meg fölhívott többször. Nem volt egyszerű elfogadni, mert előd nem akar nyilatkozni, de most örülünk, hogy itt vagyunk. Nyilvánvalóan ő ma egy olyan riportalany, akire, ha bármelyik televízió, bármelyik műsora azt mondja, hogy nem érdekli, akkor nem tudja, hogy mit beszél. Előd most érdekes, meg érdekes az a körülmény, ahogy kikerült Bolíviából. Nehéz lesz elmondani a részleteket, mert Sanyi nagyon sokat beszél, és hát meg kell harcoljunk azért, hogy mi is szóhoz jussunk, de meg fogunk becsülettel harcolni. Tulajdonképpen egy komoly és izgalmas témát kellett valamennyire, hát mondjuk azért humorosan és mondjuk a talkshow szabályainak megfelelően feldolgozni. Az volt a lényeg, hogy nem akartunk ebből olyan típusú bulvár csinálni, ami a kereskedelmi televíziókra jellemző. Azt gondoljuk, hogy Sanyinál lehet komolyan is beszélni dolgokról, és fontos volt, hogy a közszolgálati televízióban legyen az első megjelenés, és nem valamelyik bulvár műsorban. A Sanyi az eléggé jó szakember ahhoz, hogy úgy forgassa a szavakat, illetve úgy vigye a sztorit, hogy ebből érdekesen jöjjünk ki. Meséljük el azt, hogy hogyan jöttél haza. Elég elképesztőek a börtönviszonyok, elég elképesztő, hogy ott hogy lehet létezni, és elképesztő az, hogy hazajöttek.